Beszélgető partnerem Kovácsné Kerekes Katalina Dériné Kulturális Központ munkatársa. A héten egy kulturális eseményt rendeztek a város főterén. Zajos volt a főtér, mi történt? A májusfa kitáncolásra került sor. Szerda délután a karcag városi néptáncosok mentek ki a főtérre, és a korábban ott felállított májusfát tánccal ünnepelték, kitáncolták, és a legények a vállukon visszahozták a látogatók központ udvarára. Ezt ugye egy népszokás előzte meg, mi is ez pontosan április utolsó napjához kapcsolódóan, mit lehet erről tudnunk, és itt hogyan valósították meg, mikor? Igen, valóban egy szép népszokás, a májusfaállítás szokása, a tavasz köszöntése. A májusfaállításnak két formája ismeretes, az egyik, amikor szerelmi jelként állítják a fiatal legények, fiúk a lányosház udvarára, háza elé. Erre is volt példa szép számmal, hiszen ha május 1-én végig haladtunk a város utcáin, láthattuk, hogy több ház előtt, több kerítéshez szépen feldíszített májusfák voltak állítva. Illetve van egy másik szokás, a közösségi május fállítása. Hajdanán a város központjába, vagy a kocsma elé állították ezeket a fákat. Tavaly a Karcag városa is úgy döntött, hogy a város főterére állít egy májusfát, Szepesi Tibor igazgató úr kezdeményezésére, és ezt a Dériné Kulturális Központban táncoló fiatal fiúk a vállukon vitték ezt a szép fát ki a főtérre, és színes selyemszalagokkal közösen díszítettük, majd tánccal ünnepeltük. Hát sajnos most az idén nem sikerült május utolsó napjaiban, vagy április utolsó napjaiban a májusfaállítást megtartanunk, mert az zordidő, a közelgő vihar elriasztott bennünket, de rá egy hétre, az eső napon, május első hetében fölállítottuk a májusfát, és olyan jó volt látni, hogy ott díszelget egész májusban a főtéren. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a városlakók vigyáztak erre a fára, megbecsülték. Igen, igen. Nagy örömünkre szolgál, hogy én úgy gondolom, hogy mindannyian sajátjuknak tekintették, nem rongálták meg, és a szalagok ott lobogtak fényesen a főtéren. Második éve azt tapasztaljuk, hogy tiszteletben tartották ezt a kezdeményezésünket, és mindenki óvta, vigyázta, sajátjának tekintette. Nagy örömünkre szolgál. Mi a hagyománya a kitáncolásnak? Mit jelent az, hogy kitáncolni? Általában, tehát a húsvét utáni 50. nap a pünkös napja, és az közeledik, hiszen a jövő hét végén már pünkös lesz, és voltak olyan területek, ahol pünköstkor bontották le a májusfát, a közösségi májusfát, akkor táncolták ki, és egy mulatsággal a fiatal legények, lányok ünnepelték. Most nem vártunk pünkösdig, hanem ahogy vége lett a május hónapnak, mi magunk is kitáncoltuk, egy tánccal ünnepeltük. A legapróbbaktól a nagyobbakig kivonultunk szépen szép ruhába öltözve, énekelve, bujbujzöldág és hasonló kis dalokat énekelve vonultak a egészen kicsi kis óvodások és a fiatal táncosaink ki a főtérre, és ott egy-egy kis játékkal, illetve tánccal ünnepeltünk. Pünkösdülőt jártak a Csokonai Tagovoda búzavirág és a mi toporgóink közösen, illetve azt a csoportot Kunin Ánási Mónika vezeti, illetve szintén pünkösdőlőt játszottak a Csokonai Tagovoda apró lábak tánccsoportja Benéné Kecskeméti Anikó vezetésével. Öröm volt látni a kis óvodásokat, ahogy ezt a kedves népszokást felelevenítették. Hogyan fogadta a város lakossága ezt a kezdeményezést? Mik a visszajelzések? Én már tavalyi évben is, és az idén is pozitív visszajelzéseket kaptam, örömmel fogadták. Jó látni ezt a szép színes májusfát a város főterén, ez volt az egyik vélemény. A másik pedig megálltak és nézték, hogy mi ez a színes forgatag, aki vonul a főtérre, és énekszóval, tánccal, mi is ez, mi történik, és úgy látom, hogy várták, körénk gyűltek, a szülők is, a családtagok is, de más érdeklődők is figyelemmel kísérték ezt a rendezvényünket. Köszönjük az élményt, és további sikeres munkát, sok szép rendezvényt kívánunk. Köszönöm szépen én is.